Nekem Magdolna mindig Magdika. De már gyerekkoromban is. Akkor még Magdika néztük. Kiskora óta ismeri a Kisvárda és Szilágyi Zoltánnét a térség országgyűlési képviselője. Sesztek Miklós annak alkalmából köszöntötte a nyugdíjas népművelőt, hogy utóbbi megkapta a megyei civil díjat. Az elismerést harmadik éve osztja ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltatóközpont, évtizedek óta tartó komoly munkát végző civil szervezetek vezetői kaphatják meg. Ma itt a Misztrál Szabadidő és Ifjúsági Egyesülettel örültünk együtt, akik több évtizede dolgoznak Kisvárda közösségének, fiataljainak boldogulásáért, fiataljainak segítéséért, a néptánc és a mazsoret világában egy nyugodt, kiegyensúlyozott, őszinte és örömteli szórakozást biztosítanak számukra. Pont ez a lényeg, hogy közösséget teremtsünk és élményt adjunk, és az ilyen közösségeket érdemes díjazni. Most igazán nem számítottam el, és talán ez volt a meglepetés. A Kisvárdai Egyesületen belül túra, modern és néptánc csoport is működik, de legrégebben 32 éve a mazsoret csoport alakult meg. Szilágyi Zoltáné korábban maga is oktatta az idejáró fiatalokat, ma már inkább koordináló, szervező munkát végez. Azt hallja, egy hadvezér mit sem ér hadsereg nélkül, így ahogy a hozzájuk járók élményekkel gazdagodtak az itt töltött évek során, ő is sokat tanult tőlük. Ezek a lányok több országba eljutottak, azért a 90-es években nem volt ez egy egyszerű dolog, mi több, hogy nekem se, biztos, hogy nem lettem volna se Törökországba, se Izraelbe, se Olaszország, Franciaország, sehol, ha nincs ez a csoport. Tehát én is nagyon sokat köszönhetek nekik, és ez tényleg így gondolom. Formáltam őket, és ők is engem. Én egy elég, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy határozott, elég nyers stílusom, modorom van, hogyha a régiek visszajöttek, és mondták, hogy Magni, semmi szigor, hát mi ez már, amit tetszik itt a kicsikkel csinálni? Hát nem változott az idő, és engem is egy kicsit megfinomított, látszik ez a közösségi élet. Szilágyi Zoltánné a megyei közgyűlés emlékérmét is átvehette pénteken, amely olyan személyeknek, egyesületeknek, közösségeknek adományozható, akik és amelyek sokat tettek a megye gazdasági, kulturális vagy társadalmi életének fejlesztéséért.